Nagy-nagy szeretettel köszöntöm Gotz Elvirát, a titokzatos kovásznai asszony. Önök közül nagyon sokan vannak, akik már úgy jöttek ide, hogy én a könyvet már olvastam, csak hozom a könyvet dedikálni. Ezek szerint úgy látszik, hogy ez a titokzatos asszony most már egyre jobban nem lesz titokzatos az erdélyi közösségnek sem. Nagyon köszönjük, hogy eljött Brassóba, hiszen összejárta a világot Erdély asszony, és mi Kovásznáron indult el, és Kovásznára tért vissza egy nyugdíjazás után. És ez alatt az időszak alatt, hát nem egy életet, hanem 10 embernek való életet is leget. De hogy nem is tudom, hogy kezdjem, a könyvet ezelőtt 4 évvel, most 2013-ban adta ki, a Kaláka könyvet, és ezt 2,5 év előzte meg, hogy Gyila Sándorral, a könyvszerzőjével beszélgetett. Gyila Sándor fizikus újságíró, a Háromszék újságírója, azt vallottam, olvastam vagy hallottam, hogy amikor Elvira Kovásznára jött és megszólította, hogy szomszéd maga újságíró, elmesélném az élet történetemet, azt mondta, hogy beintette a zsebébe a mikrofont vagy hova, és bement, azt mondta, hogy nagyon könnyű dolga lesz neki tulajdonképpen, és ebből aztán 2,5 év lett, és valószínű, hogy lehetett volna több is, hogyha még tovább beszéltek volna, de ez alatt az 2,5 év alatt a könyv részletei megjelentek, nem tudom, 75 vagy mennyi kiadás a Háromszék folyóiratban. Ahogy visszaemlékszem, a Brassói Rajzokban is, vagy 2 megjelent. Na de hát, mit is mondhatnék én a könyv mellett, hiszen annyit talán előlegezek, hogy 3 sülpityókával indult el a kovásznai nyomorból, és Szentgyörgyre onnan a szolgált, azt majd elmeséli bővebben. Ő Temesvárra onnan egy orosz pilóta felesége lett, Moszkvába került, ahol hadiápolónak képezte ki magát. Férje halála után visszakerült Temesvárra, ismét férkezett, megszületett egy kisfia, de azelől a férj elől viszont menekülni kellett a verések elől, és átszökött Jugoszláviába, onnan Olaszországon át az Alpokon, Franciaországba, ahol takarítónőként, cselédként dolgozott, hogy eltartsa magát és a gyerekét. Viszont itt, mint az alapmesterségét kezdte el folytatni, és ezzel szerzett magának világhírnevet, úgyhogy államférfiak, királyi családok, világhírű személyiségek ápolójaként ment nyugdíjba, hogy nyugdíjba, és került vissza, aztán visszajött az elhagyott Kovásznára, hiszen soha nem felejtette el Kovásznát és a kovásznai embereket, közben nagyon sok emberrel segített, és amit elfelejtettem mondjak, hogy minden mellett még mulatóval énekel, hiszen gyönyörű hangja van, 1970-ben volt, amikor 70-ben az Arany Tücsök Fesztivál csak úgy kapásból, hogy oda ment véletlenül, és beiratkozott a fesztiválra, vagy a versenyre, és azt megnyerte. Hát azt annak a karriernek egy éves kóma betegség következett, és az levett véget. Na de hát ez előleként. Rengeteg tévécsatorna mesélt róla, 2005-ben jött vissza Kovásznára, Kovásznai és Dána díszpolgára,
a Csernátom TV-ben is jelent meg riport, köszöntöm Kerekes Zoltánt a Csernátomi TV-től, de ha nem tudom, lehet, hogy hallott, vagy láthatták is, a Carmen Ábrahámnak volt egy másfél órás műsora vele, az önpremiér van neki egy ilyen műsora. De rengeteg más TV műsor is közvetített Elviráról. Úgyhogy én át is adom a szót. Szóval elindultam három pityókával Kovásznáról, mert Bocskorkában jártam, és volt egy nagy kabátom, és a szegény nagymama Bocskorba járt, és azt mondtam neki, hogy nagymama, én most már elmegyek dolgozni. Hát hova mész, Ellike? Hát te 12 éves vagy. Mondom, nagymama, én már sok mindent tudok csinálni. Én meg tudom főzni a pityóka levest, meg tudom sütni a pityókát is. A pityóka tokányt is meg tudom csinálni, tojást is tudok főzni. Ki tudom seperni az utcát, az udvar. Hát én már sokat tudom. Jól van, egy szép napon este meg is csinálta a pityókát, nekem beléraktam. A zsebemben reggel korán elindultam, alig hajnalból. Lemegyek az állomásra, amelyik 6 kilométerre Vajnafalvától, felülök a vonatra. Jön a kalauz, a jegyet te kölyök, és kiveszem a pityókát a zsebemből, és ott tessék választani. És azt mondja, hát én azt mondtam, hogy a jegyet, hát mondom, tessék választani, nekem ez van. És hova mész, elszöktél haza? Mondom, nem szöktem el, hanem megyek munkát keresni. És hova mész? Hát hova megy a vonat? Hát Szentgyőre és Brassó. Hát akkor megyek oda. Szentgyőre, akkor az a legközelebbi város. Jól van, le is szállok a vonatról. De még akkor nem volt ugye Szentgyőre az állomástól, még be a városig 3-4 kilométer, hogy ez? Bemegyek a korzóra, megkérdeztem Móliának, a nagyságnak, a kisgyermekekkel. Az elsőnek már neki is szépen kezi csókolom nagysága, nem keres egy szolgálót. Rám néz tetőtől talpig, háromszor is kinyitsa a szemét, nagy azt mondja, jaj, hát te nagyon kicsike vagy, én nagyobb, kéne nekem egy csiki szolgáló, de nagyobb egy kicsit, legalább 18 éves vagyok. Hát, hiába emelkedtem, de hát nem lehetett belőle nagyobb. Köszönöm, lelkem, de itt van tiszlejcske, menjél aranyom, vegyél egy kiflicskét. Köszönöm szépen, nagyságom, menjek tovább. Nem mondtam le a munkahelyemről. Menjek tovább, meg itt látok egy nagyságát, két kis babával. Nagysága, nem kezdi csókolom, nem kéne önnek egy szolgáló. Ő is meghökkenve rejám néz, tetőtől tarpik, hogy ilyen rongyó, vagyok, Bocskorba, stb. Hát te mit tudsz csinálni? Mondanám, de hacsága megtanít, én már sok mindent tudok. Hiába soroltam, ő is visszautasított. De itt van két lejcske, megy, vegyél egy kiflit. Köszönöm szépen, hacsága, megyek tovább. Nem mondtam le semmi pénzét. Én elindultam munkát keresni. Megyek tovább, és megint egy hacsága, amelyik Bece Zoltánnénak hívják, máskülönben ügyvéd úr volt az a férje, és ő tanárnő, Lia tanárnő, aki a Mikes Keremen szóval Liziumban tanított. És azt mondja nekem, hát nekem kéne szolgáló, de hát te nagyon kicsike vagy. De nagysága, én már ezt tudok csinálni, és a nagysága megtanít, én megcsinálok mindent. Még egyszer, és azt mondja, hát, hol van az édesanyád? Nagy sohajtással odasa, könnyen persze csorogtak, mondom, nincs a temetőben, van már 45-ben meghalt, és én álma vagyok, nincs mit tegyek, és elindultam munkát keres. És hol van a nagytatá? Hát az én nagyszüleim dánokiak, de hát őket elvitték a kulákok, és nincsen senki, hogy hova menjek. Még egyszer rám néz, és az unja. Na jó van. Zoltánka és Istvánka a két gyerek, haza is vitt engem, elvitt haza, azonnal betett a fürdőszobába, tetőtől talpig. Megmosdott, megmosakott, adott nekem egy nagy hálóinget. Jól laktam, vagy három tányér leves, vagy nem tudom mit, össze-vissza. Olyan éhes voltam, hogy az asztalt megettem volna. Lefeküdtem, és majd két napot lehet, hogy aludtam, hogy ki voltam fáradva az éhességtől, a fáradtságtól. Nem, hogy féltem valamitől, nem én semmitől, mert én tudtam, hogy a Jézus örökké mellettem van a hátam, megett, amit
nekem megígért, amikor 8 éves lehettem Kovásznál, egy olyan kerekút mellett, ezt azért mondom el, és aztán be is felekszem hava, ott a rucárnak meg a csirkéknek vágtam a füvet nyáron, és elaludtam, de ott volt egy kerekút, amelyik egy vödör ment le, és egy jött fél. Nyár volt, az biztosan tudom, és egyszer valaki kiállt, hogy húzzál ki. De húzzál ki, de mit húzzak ki? Hát a vödröt, kihúzom a vödröt álmomba. De ez olyan megfogadhatatlan, megfogadhatott álom volt, ki is húzom a vödröt, és kitöltöm a vállóba a vizet, és abba egy kisbaba kiszáll, nagyra nőtt, nagyra nőtt, nagyra nőtt, egész nagy ember lett. Megfogta a kezem, és azt mondta nekem, Elviracska, te ne sírj többé soha, én mindig veled leszek. És mikor ránéztem, a Jézus volt, ismersz-e? Igen. És én az életemben soha nem féltem semmitől, mert én tudom, hogy tudtam, hogy a Jézus örökké velem van, és velem lesz a halálom végéig, és tovább is. Így kerültem szolgálónak Szentgyőre, és két évig ott szolgáltam, akkor hazajöttem, mert 14 éves voltam, és a békében, a békegyárban, Kovásznál. Hazajöttem, és hoztam nagymamának cipőt, meg valami ruhát. És Imre bácsi, aki dobolt, akkor abban az időben dobol hirdették a híreket, ugye? És azt mondja, hogy a békegyár Kovásznán keres szövőnőköt, de az én dánoki nagymamám megtanított szőni engem a szövőgépen. És én megtanultam szőni. Bemegyek, na gondolom, ez nagyszerű dolog, hát én, hát ha felveztek engem szövőnőnek. De mivel 14 éves voltam, de még kicsi volt a növésem, gondoltam. Akkor is a Jóisten küldött nekem egy ilyen magára gyorsan, egy kijavítást, hogy ott van a Mátyás Márika férhez ment, és van neki egy nagy cipője, nagy sarkú cipője, vagy 10 cm-es. És van neki egy hosszú szoknyája. Na menj el és kérd el a szoknyát meg a cipőt, és menj le a gyárba. Mondom, oda megyek, Márika, légy szíves, add ide a cipődöt. És mondom, hát minek kell érni, mert te nem tudsz cipőbe járni. Jó, hát elől beraktam az újságot, hogy tudjak, valahogy a lábam férjek meg, mert a cipő nagy volt, ugye. És ide adta a szoknyát, mondom, ne busulj, nem fogom kitörni a lábát, hanem csak belépek a gyárba. A gyár előtt fel is öltöztem, a szoknyát magamra tettem, és bemegyek a gyárba, hát 10 centivel nagyobb lettem. Kezi csókolom nagyságban, úgy hallottam, hogy szövőnőköt tetszik keresni. Igen, és te tudsz szőni? Igen. És hány éves vagy? Hát nagyságban hány évesnek kell legyek? Azt mondja, 16 is. Ó, nagyságban, hát én már betöltöttem, 16 is még valamennyi vagyok. Na jól van, és tudsz szőni, gyere, siessünk, mert sok az időm. Hátra vitt engem a szövőbe, mondom, hát akkor tessék elindítani, egy ilyen fél automatikus szövőgépek voltak, el is indította, egy, kettő, háromszor. De tudsz-e befűzni, hát hogy ne tudni? Na, akkor fűzzél be, és kiszakított vagy 3-4 szállat, én pedig így kellene, és így kell. Jó van, nagyszerű. Na, és akkor indítsd el, el is indítom a képet. Jó van, fel vagy véve. De aztán ne felejtsd el, hogy hozd el a születési bizonyítványodat. Jól nézek ki. Születési bizonyítványodat, be van jól, 39-ben születtem. Bizony nem vagyok én 16 éves, hanem csak 14. Na jó, eltelik már több idő, vagy 6 hónap, és egyszer azt mondja, Elviracska, hát azt ígérted, hogy elhozod a keresztleveledet, most már várjuk, mert be kell iratkozni, mivel már 5 hónap és fele, hogy itt dolgozol. Na, megyek hazafelé, és gondolom, na most a hazugság meg lesz, de megint jött a Jézus, megint az, és súgta nekem, hogy na menj be ebbe a könyvesbórba, vegyél tintát és pennát, és vedd ki a keresztleveledet, és javíts ki! Elsőtől utoljárig, de ezt, vagy 3 órát dolgoztam, hogy nehogy valamit tinta lecső,
3 órát dolgoztam, nagyon nyugodtan, és a 39-es kijavítottam 37-re. Bemegyek a gyárba reggel, mikor ki akarok kérni, nem is néztem még a nagysága, hogy mi van oda írva. Megcsinálta nekem a könyvemet, és kész voltam. De mi történt? 60 év után hív a Minister de Munchi, szóval a munka a minisztérium Romániába, hogy hány gocelbira született kovásznál. És visszaírok, hát csak egy. Azt mondja, nem kettő van, egyik 37-ben, csak a dátum 39, 30 szeptember, és a másik is 37, szeptember 35, és mind a kettő egy. Hát nem létezik, de igen. És ki, na most mondom, azt mondja, meg lesz büntetve akkor. Hát most mindegy, akkor, amikor szabadsága lesz, tessék jönni Romániába, akarom látni önt, hogy ilyesmit tudod csinálni, kijavítottam, meghamisítottam a személy azonosságét. Hát mondom, nézze meg, el fogok jönni, és elmesélem majd a titkárunknak. Oda is jövök, és lássa, hogy megvan az útlevelem, a Franciaország, és Franciaországnak ki vagyok cserélve Goz Elbiráról, Elbir Gozi. Az megint nem talált, de ott volt a keresztlevelem, Goz Elbir. És mondom, azt mondja nekem, na, és akkor ez ebből a háromból melyik az igaz? Hát mondom, most ez az igaz, Elbir Gozi. És a másik mi az? Hát ez is én vagyok, s az is én vagyok. Én Kovásznáról a Szepsiszentgyörgyi textilgyárban dolgoztam, mint szövőnő, de már akkor tényleg 16 éves volt. És jött egy karácsony, és a tisztiskolások akkor végeztek, és a szövőgyár meghívta, hogy jöjjenek el egy esti bálra, és én fogok énekelni, már én gyerekkorom óta az én drága jó nagyapám, örökké vett a lába között, ahogy mondták, ő megivott egy kis pohár pálinkát, nem többet, és akkor elkezdte a gyönyörű szív régi nótákat, és én pedig mindent felszívtem a fejembe, amivel a világon mindenhol hordoztam az erdélyi magyar nótákat a világ minden tájában. Hát az első szerelem az úgy lett, hogy augusztusban megesküdtünk, 56-ban, és 56-ban kitört a revolúció Magyarországon, és a férjem katonatiszt volt. Én kaptam 150 ezer lejt abba a pénzbe, abba az időbe. Sok adomány volt a nagyszüleimtől, és én gondolom, hogy ő tudta, hogy mennyi adományt kapott, és én gondolom, hogy nem is azért vett el engem feleségül, hanem inkább a pénzért, mert ő elment Magyarországra a pénzzel, és én soha többé ütött nem láttam meg a pénzzel, csak megláttam pénz nélkül. Én meg ott maradtam Brassóban, mint szövőnő a Posztaváruban, és 8 hónap után kapok egy levelet a Simon Pál úrtól, az első férjemtől, hogy megérkeztem Temesvárra, de nem jövök már vissza Brassóba. Na, én már gondoltam, hogy én már 10 hónapot ledolgoztam, még 1 hónapot ledolgozok, és beadom a felmondást, és megyek utána egy kicsi berendkével, és a kis pénzecskével, amit én még szolgáltam is az igazgatónak. Mostan főztem ott a gyárba, és gyűjtöttem a pénzemet. Meg is érkezik Temesvárra egy reggel, hétfő reggel volt, soha nem felejtem el, nyár volt, és becsengetek egy szásznéhez, aki a Magarában laktak, Berencnének hívták, és becsengetek oda, kinyitsa és kikeres maga. Hát mondom, én Simon Pál úrat keresek, azt mondja, nincs itthon, és kinyitsa az ajtót, az szóval a kaput, és látom, hogy hagy 6 asztal, gyönyörűen megterítve, virággal és még üvegek ott voltak, és azt mondja, tessék bejönni, azt mondja, miért nem jött tegnap? Hát mondom, hát most érkeztem, azt mondja, ha tegnap jött volna, éppen az eljegyzése volt Simon Pórnak a lányommal, és mondom, mit tetszett mondani. És megszégyültem, elszégyültem, és megfogtam a kapolábát is. Mondom, mit tetszett mondani? Az eljegyzés a Simon Pál úrnak? Igen. És maga ki az? Megint itt volt a Jézus?
És azt mondta, hogy na megint hazudjál, de hamar. Én jöttem, mondom, Marosvásárhely mellől, engem Anna Mária Simonnak hívnak, szóval nem mondtam, hogy a felesége vagyok, hanem az unokatestvér. És mit keresik? Hát mondom, jöttem Temesvárra, valami dolgom van, de már hónap után megyek vissza, úgyhogy. És mikor jön a Simon úr haza? Azt mondja, hát úgy hiszem, hogy szerdán reggel. Hát akkor tessék odaadni ezt a cédulácskát, itt vagyok a, egy kicsi hotelba, egy kicsi ágyacskas, egy mosdótálbót, akkor 10 lecskét kellett fizetni. Hát jött a férjem reggel, szerdán reggel, kinyitsa az ajtót, és amikor meglátott, nem köszönt nekem semmit, hanem ilyen hosszú cokfos hajam volt, kár, hogy nem hoztam el a fényképet. Megfogta a hajamot, és úgy elvert engem, hogy azt se tudtam, hogy hol járok. Betörte a fogamat, egy nagy hüve, az orromat eltörte, a füle mekkora volt, a szemem itt. Ledobott az ágynak a másik felére, akkor megint felkapos, mondom, Pali, hát ne üssél. Én nem csináltam semmi rosszat, de mit keresel itt? Hát miért küldted el a címedet? Hát nem a feleséged vagyok. De igen, de kellett volna értesítsél, hogy jössz. Hát jöttem meglepetéssel, és eljöttem örökre, szóval itt maradok. Neked nem lehet itt maradni, el kell váljak, mert nekem van egy jegyesem, egy 21 éves gyönyörű szép 100 lány, nagyon gazdag. Na, igen, jó van. Semmi baj, el fogunk válni. De mondom, előre megint félkapos, szorított a hajamot, és mondom, és a pénzem hol van? És még egyet olyant vágott nekem bele, hogy ekkora lett a fejem, és ledobott oda, s ott hagyott cserni. Na, amikor én helyre jöttem, mert furt az orrom vére, lemegyek a kapushoz, azt mondja, hát magával miért? Mondom, leestem a lépcsőkön, azt mondja, jól van, itt van egy klinika, menjen oda, és aztán a doktor úr, mikor meglátott, hát mi történt? Hát mondom, leestem a lépcső, és azt mondja, ne hazudjon, nagysága magát kiverte, és aztán elmondtam. Azt mondja, na, itt van egy orvosi levél, erre még magának szüksége lesz valamikor, tessék ezt elvinni. Na, összedugta a szóval, feldugta vadával az orromat, bedugta a fülemet, egy fogamat kihúzta innőt, mert lógott, és mivel a Bega, ott van egy folyó, nem messze van, gondoltam magamban, na még lemegyek a Begába, és én bizony oda belészököm. Mit keressek én most, hogy menjek én haza nagyanyámhoz, nagytatámhoz, Dálnokba, és mondjam, hogy se pénze, se posztó, se fér, se semmi. Hát engem agyon nőtt nagyapám. Lemegyek a Begapartra, és lefekszem oda az árnyékba egy fa alá, és elaludtam, ez volt reggel, 10 óra, fél 11 felé, és a nagy fájdalomtól adott az orvos úr orvosságot nekem, és elaludtam, és vagy így délután 3 órakor felébredtem, és jött egy ilyen újság, csak félbe, mellém a szél hozta, azt is az Isten küldte. És nézem az újságot, és a fél szememmel, mert a másikkal nem láttam, nézem, hogy oda van írva, hogy Cesetorie bombákulti misvára, keres szövőnőket. Éppen itt a Malinowski 39-ben. Gondolkozom magamban, hogy hát Elvira, hát miért szeretnél te belé a Begát? Egye fel a pénzt, hogy csinálsz te pénzt? Menj, jelenkezz a szövőgyárba! Be is megyek a szövőgyárba, de nem akkornak, mert nem jól néztem ki, ez volt kedve vagy szerda felé, és nem jól nem néztem ki, hanem úgy, hogy péntek felé elmentem, és Csikirena egy árva asszony volt, szóval igazgatónő, akkor meglátott, hogy be vagyok kötözve, de meg volt a munkakönyvem, Kovászna, Sepsiszentgyörgy, Brassó, hogy én jól tudok szőni, és még zsakardom is. És elmondom neki, hogy mi történt velem, és mit akartam csinálni, az anya, na, hát hogy? Hát maga kiért érdemes beszökni a vízbe? Hát mit bevisszük, már nekünk szükségünk van a szövőnőre, tehát akkor van egy kisasszony, aki megy férhez szombaton, maga elmegy a leány otthonba, most maradjon ott a hotelben, mert nincsen hely, és jövő héten 10 nap múlva jelentkezik, akkor már ledagad a feje, az óra,
a füle, és jobban néz ki, lát, fog látni, hogy hogy kell szőni, és bevesszük magát. Jól van. Ez volt augusztusban, júliusban. Körülbelül 4 hónap múlva esett a hó, én megyek a városba, és a Kaszár Máté a metróról leszállok, nem a metróról, a tramvájról. Hát kiszáll le, Pali a férjem, a kisasszonya, de ő megismert engem, de a kisasszony nem, mert nem látott soha. De én úgy csináltam, hogy nem látom, és elkezdtem szaladni, ő jött utána, megfogta a nyakamot hátra, és azt mondja, azt mondtad, hogy te elmentél. Hát mi között neked hozzá? Én szabad vagyok, én ott élek, ahol én akarok. De én el akarok válni, jól van, semmi baj. El leszünk válni. És hol laksz? Nézd, a gyárban lakom. Milyen gyárban? Itt és itt. Hát akkor jövök hónap, mondom, nem? Te telefonálsz az igazgatónőnek, és majd az igazgatónő megmondja, hogy mikor jöhetsz. És neki a férje, ő is komandant, itt valahol Temesvár. És akire az igazgatónő azt mondja, hogy jó van. Felhív engem, és azt mondja, hogy melyik kaszárnyában dolgozik a férje. És mondom, hogy az artilléria, szóval földi tankos. Azt mondja, hát az én férjem, ő komandant. Na, ez kellett nekem. Lássa, hogy az Isten megint küldött nekem egy segítséget. Oda is jön Pali, és behívja, kezdi csókolomat, köszönj nekem, jó napot, jó estét. 2 méterre ültük egymástól, mert féltem, hogy megint megüt engem. És azt mondja, hogy azért jöttem, hogy tisztelt Elvira, ne haragudjék, el akarok válni, és belészól az igazgatónő. Megvan a válasz, már meg is írtuk a szerződést, de van egy hiba, Pál úr. Az, hogy a feleségétől elvett 150 000 lejt, azt mondja, ki tudja, ezt mondom, ki? Hát itt van Salamon András, a nagyapja, de nem volt ott. És ő megmondja magának, hogy kezibe adta a 150 000 lejt. Rám néz, és kinyitsa a komandánt, az ő komandántja, kinyitsa az ajtót, és amikor meglátta a komandántot, hát rosszul lett. Szetrész, továros komandán. Igen, azt mondja, jól van, álljon, de hát nem tudott megállni, mert rosszul lett, le kellett ülni neki. Azt mondja, maga bigamiát követett el, és magának a militár, szóval a katonai ügyészségre lesz a bigamia miatt, és maga ki lesz téve. Levegőt kapott, kért egy pohár vizet, és azt kérte, hogy nem tudnánk-e másképp megegyezni. Azt mondja a komandán, de igen, hogy nem. Meg visszaadja a pénzit. Amikor az egész pénzt visszaadt, akkor az elvállási szerződést beteszünk. Azon kívül megadja, hány évtől vette el ezt a pénzt, a kamatot 25%-kal, úgyhogy amennyi pénze van a bankba, azt ott vissza kell adni, én még 25%-át, és amivel még tartozik, azt lehúzzuk a fizetéséből, éppen csak annyi legyen, hogy kifizesse a lakását, és azután elvál. Na, aztán amikor a leánynak, szóval a Lizának a testvérei megtudták, hogy ő nős, elcsitték őt, és 4-szer törték el egy lábát, úgyhogy vagy 6 hónapig ült a kórházba, és azután még vagy 4 hónapig járt a városba, én láttam messziről, de aztán többé nekem soha ő kegyelme nem kellett. Szóval így jártam én az első sereimmel, és azóta sem én hiába kerestem a szeretetet, vagy a szerelmet, vagy a simogatást. Nekem soha többé nem volt szerencsém. Az Árbokon keresztül mentem Triestbe, a Töblesbe, a gyerekemmel voltam. Az Árbokon 2 méteres hóba 3 éves kisfiúval keresztül. És úgy kerültem Franciaországba, aztán persze mi várt rá a Seprű, az utca, a Turejféli Véce, hát nem tudtam már 4 nyelvet, de a franciát nem. És aztán bekerültem egy klinikára, ahol bevettek, mint takarítónő. Reggel kék ruhába öltöztem, 5 órától 6-ig mostam a lépcsőket.
egynegyed héttől negyed nyolcig kamerista, szóval kiszolgáltam a betegeket rózsaszín ruhába. Negyed nyolctól tizenegyig este nővére, és egyszer négy hónap múlva jön egy doktor Krasson, akinek az édesanyja 1917-ből jött Oroszországból, és az apja pedig Krassonnak hívták, francia volt, pilóta. Azt mondja, jöjjön csak ide, madame, mondtam, vajon mi van, ide jött a doktor ő. Mondja, maga mit csinálni? Hát mondja, dolgozok. Nem mondja a rózsaszín ruhába is maga? Igen, doktor ő. Jó van, de a fehér ruhába, mint növér a fecskendővel, szaladgál ide-oda. Ez is maga? Igen, én vagyok. És megszólal oroszul, no, pazsáluszta, paszmatrite, no, nézzen oda az ember. És ahol dolgoztam, ezek apácák voltak. És azt mondja nekem, hogy hát ennek iskola kell, hát mondom, nekem van négy évi növériskolát végeztem Oroszországban, azt mondja nekem, nyolc órakor, mikor növér, akkor jöjjön az irodában, a gondoltam, most ki lesz egy rukkara? Biztosan, és úgy érezkedett a lábam, amíg oda mentem az irodáig, telé lett a bugyim, de mindent bementem, és mondom, itt vagyok, doktor úr. Na, menjünk a fő növérhez. Anyám, mit csinál ez az asszony itt? Hát dolgozik, hát tudom, hogy dolgozik. Mossa a lépcsőt, viszi a reggelit, és növér 11 óráig este. Mit fizet neki? Hát nem tudom biztosan, hogy nem tudja. Mennyit fizet neki? Hát 500 frankot. 500 frank. Szóval három munkát végez 5 órától 11-ig este, és 500 frankot maga fizet. Tudja egy nevér azt, hogy az én anyám ki a hercegnő, ő is mosogatónő volt. Maga ezt az asszony kihasználja, ennek egy kis fia van az Andronikov hercegnőnek a kastélyában, ahol 450 frankot kell fizessen hónapján. És maga nem szégyeli magát, hogy 500 frankot fizet 18 óra munkai időjén. Na anyám, ez a hölgy mától kezdve, 10 órától az én sebész nővérem, ez nem szolgál. És ki tetszik fizetni a 4 hónapi munkáját, és ráadásul dublán, mert becsapta őt. És aztán így ment tovább az életem. Amikor állampolgár lettem, egy nagybácsim 56-ba kiment Ausztráliába, és 5000 frankkal felültem a Qantas, ami 35 órát csinált Ausztráliáig, Sydneyben, és ott volt a Jónás Mátyás és a zenekara. Három nap múlva jön, és Házi Erzsébet, az opera énekesnő volt a Jónás Mátyási zenekarában egy ausztráliai túra, és amikor megtudtam, hogy meghallotta, hogy én itt énekelek, hát jön egy délutás, azt mondja, nagy baj vagy, vagyunk kisasszony, Erzsi eltörte a lábát operáján, és vasárnap nincs ki felszállni, és mondom, olyan gyönyörűen énekel. De hát én már énekeltem 5 éve a kabarékba, a legnagyobb kabarékba, Párizsba, a Cárev is, az Étoile de Moscou, a Rasputin és Dominik. Szóval én már énekeltem 6 nyelven, és akkor bevettek engem, és összejártam Ausztráliát. És tessék elképzelni, 5000 lelejjel indultam, de akkor is itt volt a jó Isten hátam mögött. És azt mondtam, hogy te ne félj, csak ülj fél, te a repülőre s legyél. De bizony így reszkedtem Ausztráliáig, és a gumikot ettem, hogy amikor felkeltem, össze voltam ragasztva a székkel, mert addig ettem a gumikot, mert nem mertem menni, hogy nehogy hányjam. Na mindegy. Elmentem énekelni, és azt kézolt meg, eljött a cigány, és megkérdezte, hogy a nagybácsintól, és mennyit fizetnek? Hát az Erzsébetnek 150 ezer dollár lett volna ausztráliai. És megrogom a nagybácsinak az asztal alatt, és akkor mondja, hogy igen, jövök. És nekem mennyit fizetnének, mikor én nem vagyok énekesnő? Hát azt mondja, legalább 80-at mondom, 87-én nem állok fel magának énekelni, én Párizsban többet adnak, amit képzel.
Éva Gyárgen énekelek most. Tessék kipróbálni. És perfektül is beszélek. Mondom, 100 év jövök, de annál kevesebbet nem. Visszarúg a nagybácsi is, hogy azt mondja, ügyes vagy, jó. Na mondom, jól van, akkor mikor kezdik? Azt mondja, ma délután, mert hónap szombat, hónap után fel kell lépni. Vittem magammal úgyis 2-3 szép ruhát, ami már a kabarékba voltak. És felléptem szóval Sydneyben, az első volt az első este, ahol tetszik látni. Képzelje, hogy 3 hónap múlva $100,000 jöttem vissza, de akkor már nagy nagyságban lettem, felraktam a lábaimat a British Airways repülőre, első osztályba, hát hogy képzelni maga, hogy én jövök 35 órát visszafelé egybe. Akkor leszálltam Hongkong, Bangkok, Szingapur, Manila, és csináltattam magamnak 400 kiló ruhát. Ami még most is 2-3 megvan. Leszállok, le akarok szállni, de mielőtt leszállnék Párizsba, hozd nekem a kisasszony reggelit, és hogy egy újságot, a British Airways. Nézegetem, és oda be van írva, már annyit tudtam angolul, hogy megértettem, hogy az önfelsége Elizabeth királyné keres az udvarába egy kiváló nevét, aki mindenhez ér. Hát gondoltam, biztos, hogy a lovaknak, vagy a tyúkoknak, vagy a csirkéknek, vagy a malacnak, vagy a juhoknak, gondoltam, na nem baj, csak kerüljek be oda, aztán én elintézem a többi. Meg is jelentem, és a vizsga kész volt. Azt kérdezi tőlem a tanár, mert oroszul, az mondja, hogy milyen nyelven akarni. Hát mondom, az orosz a legjobb az enyém, mert perfekt tudok írni és olvasni, beszélni. Amikor vége van, azt mondja, és honnét van maga? Mondom, én Romániából jöttem, Erdélyből. És fordítsa le az Erzsébet királynőnek a tanácsának, hogy erdélyi vagyok. És azt mondja, Erdélyből? Igen. Azt mondja, hogy tudom-e, hogy a déd-déd nagyanyja, Erdőszent Györgyi, erdélyi is. Hát nem tudom, mert abban az időben nem tanítottak a királyi családnak a származásairól. Hát azt mondja, minden jól le van vizsgálva, minden jó van, gondolom, hogy maga fogja megnyerni, jól van. Menjen haza, 5 nap múlva megvan a válasz. Hív is az angol nagykövet, hogy megnyertem a versenyt, és visz engem az önfelségéhez, a Wallis Simpsonhoz, és akkor én neki dolgoztam 10 évig, és ő is az önfelsége, a Wallis, akkor mehetett vissza 86-ban, amikor meghalt. És akkor nekem ennyi leveleim voltak, az egész világból, ajánlatok, az egész Fehérházig, hogy akkor mehettem a Mitterrandhoz, az arab királyhoz, a tunisziai elnökhöz, a spanyol királyhoz, és az egész királyokhoz, akik voltak, mert hát hogyha az angol királynőnek én jó voltam, akkor mindenkinek megfelelek. Hány évig tetszett gondolni a hercegnek? Hát én akkor, amikor hozzákerültem, én 35 voltam, és mikor eljöttem. Hány évig? 10 évig. 10 évig. Pontosan 10 évig dolgoztam el. És aztán így juttam el Arabia-Szaudiába, az Al-Faisal hercegnőhöz, akkor 10 évig szintén ott dolgoztam. Utoljára megint 10 évig Kuwaitban dolgoztam, itt van a fénykép. Itt van, úgy hiszem, itt van neki. Az arab királynak, szóval a kuwaiti királynak az első leánya. Ezek pedig ott énekeltem és csináltam estéket. A kuwait és a román gyermekek és magyar gyermekek részére, amit kerestem, mind odaadtam. De úgy jártam, hogy itt van az önfelségétől a levél. Betettem az ő szekibe, ahol a gyémántok vannak, becsomagoltam ezüst papírra, és egy kék rózsa volt a felős. Azt mondja nekem, hogy mi az, ami ott ragyog? Mondom, a gyémánt. És azt mondja, you are crazy, meg vagy habari, meg vagy kalandolva? Na nem. Tehát ez az én gyémántom.
Na, de tessék várni, hogy tegyen például az ön nyakláncát, és azután megmutatom. Elteszem a nyakláncát, tehát az azt, hogy nekem nem a nyaklánc kell, hanem nekem kell az a nagy gyémán. Oda viszem, és akkor leveszem az ezüst papírt, és azt mondja, maga tényleg még van holomban. Hát hogy merne az én kasszámba betegni, annak önfelsége, bocsánatot kérek. De ez nekem többet ér, mint az egész örök, önnek a vagyonom, mint az egész mindensége. Ez az én gyémántom, az én földemre. És ha elmegyek, hozzáteszik a földemet, ami aranypapírba be van csomagolva, és ez a víz, ez az egyik. És aztán megengedte az önfelsége, hogy ezt a kovásznai bőrvizet magammal vihetem mindenhol a világban, ahol jártam. És valahogy haza is hoztam. De hát én úgy vigyázok, hogy tessék elképzelni, hogy milyen az alja. De ez, nézze, a dugója meg is rozsdásodott, de ez még mindig oda van írva, kovásznai bőrvíz. Hogyha írsz majd, édesanyám, írjálnak a lunkról. Küldjék egy szál virágot át, öreg akác fáról. Sélle még az öreg cigár, s járnak meg a fonóba, mint régen. S mindenkiről írjálanyám, csak egy lányról sose írják nékem. Édes fiam, hogyha írok a falunkról, s küldök egy szál virágot az öreg akác fáról. S nem éle már az öreg cigár, s nem jár meg a fonóba, mint régen. S az a kislány, kiről írt áll, kint nyugszik a temetőben régen. S nem éle már az öreg cigár, s nem jár meg a fonóba, mint régen. S az a kislány, kiről írt áll, kint nyugszik a temetőben régen. No, rien de rien. No, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait. Ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. C'est passé, balayé, oublié. Je m'en fous de passer. Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin d'eux. Balayer les amours et toutes leurs trémolos. Balayer pour toujours, je repars à zéro. Non. Rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie, car ma joie,